Magyarország alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Pacolai Csaba eskütételével kezdődött a Tolna megyei közgyűlés rendkívüli ülése. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, 6 nyitott és 1 zárt napi rendi pontot tárgyaltak, amik között a 2022-es év költségvetéséről és a terület és településfejlesztési operatív program pályázatairól döntöttek. Mai közgyűlésünk egy rendkívüli közgyűlés. Először is egy mandátumot fogunk igazolni, tehát egy képviselői taggal fogunk bővülni, amiatt, hogy az országgyűlési választásokon egyik képviselőnk bejutott a parlamentbe, úgyhogy ő már nem folytatja velünk a munkát. Hozzátette, a Tolnai megye székhelyet érintő pályázatok irányultságai ugyanazok, mint a top 1-esek esetében. 3-4 fejlesztési irány van meghatározva, amik lehetővé teszik a település infrastruktúrális fejlődését. Folytatódik a top 2-nek a tervezése, haladunk lépésről lépésre, várjuk a források megnyílását. Nagyon sok település már elkészítette pályázatait, beadták az igényüket a top 2-re. Szerintem fantáziadús és kreatívak voltak. Azt gondolom, hogy most már technikai lebonyolítás és az Európai Unió hozzáállása dönti el, hogy mikor tudunk indulni, mert ugye szeretnénk már a kormányzattal egyetemben külföldi, tehát uniós forrásból megoldani. Nagyon sok település már beadta a pályázatát, de a Tolna megyei közgyűlés továbbra is nyitott új fejlesztés tervezetek befogadására.